tették. Engem szoktak piszkálni, illetve kérdezgetik, hogy ez hogy fér össze az életembe. Én többek között javítok japán fénymásolókat, meg telefonokat, meg faxokat, meg írkálok, meg fordítok. Nagyon sok minden szerteágazó tevékenységeim vannak. Szokás egy darab... Igen, létezik az is, de az művészet, az nem ér. Pardon. És azt akarom mondani, hogy egy jó pár éve, nem jó pár éve, néhány éve úgy kikristályosodott, hogy a művészet az egyfajta tevékenység a sok között, önmagában semmilyen misztikus nincsen benne. Tehát lehet azt csinálni. A művészet éppen az egy olyan tevékenység, amelyik arról szól, hogy hogyan is kell az összes többit is csinálni, beleértve magát a művészetet is. És én állok a színpadon, és szép szavakkal, amit nálam nagyobb emberek írtak, vagy mi írtunk, minden esetre arról énekelek, vagy zenélek, vagy beszélek a többieknek, hogy na, hogyan kéne viselkedni ebbe a világba, akkor utána ebbe elég szervesen következik, hogy amikor mosogatok, akkor is úgy kell mosogatnom, mint az after crying fúvalásának per hangmérnökének, és mindent egyfajta magas mérce szerint kell csinálnom, és hogyha sikerül ezt szem előtt tartani, akkor hirtelen teljesen elsimul az egész kép, és hirtelen minden összepasszol, és hirtelen az van, hogy most én éppen fénymásolót javítok, de nem téveztem szem elől azokat a mércéket, hogy miért csinálom.